Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, az ige hirdetés alapjául rendelt igét, amit az megírva találjuk Jeremiás prófétának a könyvében, a 20. fejezet 7. versétől a következőképpen. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba ejtettél. Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell, és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált a szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalma. Hallom, hogy sokan suttogják, iszonyat mindenütt. Jelentsétek föl, föl is jelentjük. Akik jó akaróim voltak, mind a bukásomra várnak. Talán rá lehet szedni, hatalmunkba ejtjük, és bosszút állunk rajta. De az Úr velem van, mint erős vitéz. Ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, kudarcot vallanak, gyalázatuk soha nem megy feledésbe. Ó, seregek ura, aki megpróbálod az igazat, aki belelátsz a lelkekbe és a szívekbe, hadd lássam bosszudat rajtuk, hiszen eléd tártam peremet. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert kiragadta a szegény ember életét a gonoszok hatalmából. Amen. Isten megbízatásának a terhe alatt, ennek a vergődésnek vagyunk ma a tanúi. Jeremiás vall, amit felolvastam, az egy konfesszió, őszinte vallomás. Azt hiszem, bizonyítanunk sem kell, hogy igaz, érezzük ennek a vergődő embernek a mondataiból, hogy micsoda szenvedésen, milyen belső harcon megy át, és így szólal meg, nem hozzánk szól, Istenhez imádkozik. Tehát hadd kérdezzem meg, személyes vallomás, egy konfesszió a szószéken? Egy vallomás, amit Istennek mond el egy ige hirdető, miként tartozna ránk? Az nem vitás előttünk, hogy megfog bennünket. Rezonálunk rá. Diákkorom óta szeretem Jeremiást, közel áll hozzám, többek között a felolvasott mondataiért is. De az is igaz, hogy minden vallomás, belső föltárulkozás megragadó tud lenni. Amikor évekkel ezelőtt megjelent Széchenyi naplója, talán még a könyvkiadókat is meglepte, hogy milyen gyorsan elkelt, milyen sláger lett ez a régen írt vallomás. Több kiadást ért meg. De ugyanígy járhattunk a Rákóczi vallomásaival is. Akkor a Rákóczi évforduló kapcsán először az erdélyiek adták ki Domján Elek evangélikus lelkész századfordulón készült fordításának a kivonatát, és egy-kettőre elkapkodták a boltokban. Új fordítások jelentek meg, sodró ereje van, lebilincselő olvasmány Rákóczi vallomása is. Tehát említhetnék közelebbi példát, amit jobban ismerünk, hát Adi vallásos költészetére tessék gondolni, arra a hangra még eladdig soha nem szólalt még meg, talán Balassinál, de ott sem
ilyen személyes vallomásként, mint ami Adi verseiben megnyilvánul. Egy lélek föltárulkozik, és Adi vallásos versei rendkívül mértékben megragadnak minket. Mert a mi hangunkat, a mi gyötrelmünket, a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket fejezi ki. Azt hiszem, Jeremiás vallomása is ilyen. És figyeljünk erre a sodró erőre, erre az őszinte vallomásra, mert éppen ebben van a titka. Éppen itt rejlik számunkra az üzenet is. Valaki úgy szól az Isten nevében, hogy nem kötelességből teszi, nem azért, mert tanulta, nem azért, mert ezért kapja a fizetését, hanem teljes egzisztenciájával, szenvedve, átélve tolmácsolja felénk az Isten szavát. Lehetetlen, hogy meg ne érezzük a vallomás őszintességét, és benne Isten kereső szeretetét. Még most is, több mint 2600 év messzeségéből. Hát miért kesereg ez a proféta? Mi az ő vergődésének tulajdonképpen a háttere? Egy kettős feszültségben él. Egyfelől azt kell tapasztalnia, hogy nem figyelnek rá. Mondhat ő akármit, az emberek nem akarnak odafigyelni. Sőt, egyenesen bosszantja őket, amit mond, és el akarják hallgattatni. Ez a keserűség szólal meg Isten előtti vallomásában. Rászedtél, Uram. És én hagytam magam rászedni. Én nem így gondoltam. Amikor elhívtál, hogy szóljam szavad, legyek eszközöd, én nem erre számítottam. És hogyha az előző verseket elolvasnánk, akkor megtudhatnánk belőle, hogy a főpap maga elfogadja Jeremiást, megvereti, és kalodába záratja, egy éjszakán át kalodába görnyed, és amikor összeállítják Jeremiás könyvét, akkor ezt a keserű, kiáltó vallomást, imádságot, Isten felé elmondott panaszt, emögé az esemény mögé szerkesztik a könyv összeállítói. De ha a 26. fejezettől olvassuk Jeremiás prófétának a könyvét, akkor sorra láthatjuk, hogy megkezdődik a kálváriája. Olyan ellenállásban ütközik, és olyan kemény próbákon esik át, hogy bizony érthető ez a hang, ez a keserű panasz. Hát nem ő az egyetlen. Hadd utaljak magára, Jézusra. Tulajdonképpen ugyanezt kellett a mi Urunk Jézusnak is megtapasztalnia. Csak a Máté evangéliumából olvasok fel néhány verset, a 11. fejezetből. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Kérdezi Jézus. Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és ezt kiáltják a többieknek, furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, folytatja Jézus, ki nem eszik és nem iszik, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik is, és azt mondjátok, ime falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Vagyis teljesen mindegy, ki hogyan szól hozzátok, az Isten nevében szól, egyformán elutasítók vagytok. És így folytatja Jézus, akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, elkezdte kárhoztatni, amiért nem tértek meg. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsajda, mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek bennetek történtek,
régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb dolga lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kaperna, az ő kedves városa. Talán az égig fogsz felmagasztaltatni, a pokolig fogsz levettetni, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb dolga lesz az ítélet napján, mint neked. Micsoda keserű szavak ezek Jézus ajkán. De akkor nem lehet csodálkozni a Jeremiás panaszán és vergődő kiáltozásán. Ő ember, ő nem Isten fia. De ugyanaz az elutasítás, amely mindig fogadja az Isten üzenetének a tolmácsolóit. Ma is így van. A másik, ami a feszültséget adja Jeremiás lelkében és szívében, hogy ennek ellenére, hogy ilyen ellenállásba ütközik, nem tud hallgatni. Megtenni, szeretni elfojtani, elhallgattatni azt a belső hangot, de az föltör benne. Mondja itt a vallomásában, hogy erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalma. Mint csontjaimba rekesztett tűz, olyan az Isten üzenete. Mondanom kell, mint ha csak tudná a Babicsi figyelmeztetést, hogy cinkos, aki néma, és ő nem néma, amire Isten eljuttatja, belátása, felismerése, azt hirdeti és mondja, még akkor is, hogyha a barátaiban kell csalódni. Közvetlen környezete mondja, jelentsük föl, intézzük el, akkor is nem tehet mást. Azért az Isten üzenetét tolmácsolói mindig ebben a kettősségben éltek, és ezt is érezték, nem csak az ellenállás miatti keserűséget. Pál apostol írja a korintusi levélben, az első korintusi levél 9. fejezetében találjuk ezeket a mondatokat. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mi dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. De jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem, ezt jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Tehát kényszer nehezedik rám, mondja ő is. És én azt hiszem, hogy minden idők ige hirdetése, vagy ige hirdetője valamiképpen ebben a feszültségben él. Én nem merem magamat Jeremiáshoz hasonlítani, Pálhoz sem, de a magam szolgálatában valamiképpen ugyanúgy vergődök és kiáltozom sokszor, mint Jeremiás tette. Uram, nem hallgatnak rám, de nem tudok, Uram, hallgatni. Nem csak az ige hirdetőknek a sajátja ez, azért hadd mondjam ezt meg. Valamiképpen mindenki átéli ezt, aki hatni akar az emberekre, aki befolyásolni akarja az embereket, formálni a tudatukat, alakítani az életüket, legyenek írók, költők, pedagógusok, vagy népművelők, vagy bárki, aki a szellemi élet területén dolgozik és munkálkodik, és ezzel a célra ugyanezt tapasztalja, hogy ellenállásba ütközik. Könnyebb az embernek az anyagot megmunkálni, vasat, fát, követ, mint az emberi lelkeket, emberi gondolkodást munkálni és formálni. Könnyebb megbirkózni a természeti erőkkel, mint az ember ellenállásával.
és ez nem egy hatalmi szóra sem. Ugyan engedelmességre lehet kényszeríteni tömegeket, embereket, de a szívüket így megnyerni nem lehet soha. A propagandával hatni lehet ideig, óráig az emberek gondolkodására, de egyre inkább immunissá válunk a propaganda iránt, és tünékeny, múló annak a hatása. Bizony, óriási vergődés, Isten szavát hirdetni. Gondoljátok el, testvéreim, hogy valami olyanra rábírni az embereket, hogy olyasmit lássanak be, ismerjenek föl, olyat fogadjanak el, tegyük magukévá, ami valójában nem mindig magától értődő, nem mindig észszerű. És ez a másik, amire figyeljünk a felolvasott ige kapcsán, a jeremiási vallomás kapcsán. Mit is hirdetett ez a Jeremiás? Milyen üzenetet próbált ő átadni a kortársainak? Bizony az nem volt olyan könnyen elfogadható. De hogy ezt érzékeljük, kénytelen vagyok egy kicsit felidézni az akkori kornak az eseményeit, helyzetét. Nem szívesen teszem, hisz olyan messzi idők históriájáról van szó, de másképp az a gondolatom, hogy nem tudjuk igazán érzékelni, mit is kér tőlük Jeremiás. Hosszú időn át a zsidóság az asszír befolyás alatt éli az életét, hűbéresként. De Asszíria Jeremiás idején már haldoklik. Megrendül a hatalma, tulajdonképpen már nem tud igazán befolyást gyakorolni volt leigázott alattvalóira. Ez érezhető. Abban a pillanatban Izraelben is, Júdában is egy bizonyos mozgást indít el. Feléled a szívükben a szabadságvágy. Talán újra álmodoznak a dávidi egységes zsidó nép ország felől. És sok mindent tesznek is ezért, valamit nem vesznek észre, de Jeremiás látja már, proféta, hogy a történelem színpadán a haldokló Asszíria mellett megjelenik egy új hatalom, Babilónia. A zsidóság felélénk rendkívül boldog, elkezd taktikázni, úgy érzi, hogy most kell megragadnia a szerencséjét, most kell valamiképpen megformálnia a jövőt, és akkor szólal meg Jeremiás, fogadjátok el Babilon hatalmát, nektek fogságba kell mennetek. Hát tessék ezt átgondolni. Hát hogy lehetett volna ez szimpatikus a kortársak számára? Hogy lehetett volna ez egyszerű, ilyen észszerű is a számukra, amikor éled a nacionalizmus? Sőt, Jósiás király ideje alatt olyan reformok zajlanak le az országban, amelyik bizonyos megújulásnak a eseményei tükrözi. Bálványimádástól megtisztítják az egész Kánaán területén. A jeruzsálemi templomban is visszaállítják az igaz Istennek a kultuszát. És ez mind örömre adhat okot. Tényleg arra adhat okot. De Jeremiás jól látja, hogy ezek csak külső intézkedések. Valójában belül, a szívük mélyén ezek az emberek nem változtak meg, nem tértek az Istenhez igazán, ugyanúgy visszaélnek a maguk posztján, hatalmukkal, hivatásukkal, mint eddig. Csak a látszat olyan, mintha itt valami nagyszerű új kezdődött volna el. Hát meg kell térnetek. Belülről kell megújulnotok.
és el kell fogadnotok Babilonnak a hatalmát fölöttetek. Hát szinte azt mondanám, érthető és törvényszerű, hogy Jeremiás minden áron megpróbálják elhallgattatni. És ezért ezen el kell gondolkodnunk ám. Az ige hirdető keserűsége sokszor abból fakad, hogy amit hirdet, az nem kedves nekünk. Ha innen a szószékről csak dicsérgetnénk az embereket, állandóan simogatnánk szavainkkal a jelenlévőket, higgyétek el, hogy nagyon szívesen járnának az emberek templomba. De hát ezt nem lehet megtenni mindig. Azt meg kell mondanunk, hogy meg kell térni, hogy a felszínes vallásosság az nem vallásosság. Az Isten bizony kritikát gyakorol felettünk, és azzal nekünk szembesülni kell, akarva akaratlanul itt a padokba sokszor. És talán kiderül, hogy a magunk által a jónak elképzelt útjaink, hát nem tetszenek az Istennek, és más utakra akar minket vezetni. Hát persze, hogy begombolkozunk és bezárjuk a szívünket. Hogy úgy megyünk sokszor innét haza, hogy nem kaptam semmit. Már kollégám utalt arra, hogy 1954-ben az Evanstoli Egyházak Világtanácsa által rendezett nagygyűlésen ez a téma került elő, hogy Krisztus a világ reménysége. És akkor szólt arról, hisz ő is benne volt ebben a munkában, hogy itt Magyarországon különösen Jeremiás felé fordultak a teológusok, és felfedezték Jeremiás üzenetének az aktualitását. Vagyis azt, hogy azt a kihívást, amivel most szembesül az egyház, azt el kell fogadni, azt a kihívást, ami a világ részéről ér minket. Azt, amit megsejtett már Bonhoeffer, hogy nagykorúvá lesz a világ, fölnőtt lesz, lerázza magáról az egyház gyámkodása. Ezzel nem tiltakozni kell, hanem éppen Jeremiásra figyelve talán el kell fogadni ezt a kritikát. És ma már ki merné vitatni 30 év után, hogy az Isten valóban ezekben a történelmi eseményekben és korszakváltásban, ami végbe ment ez alatt a 3 évtized alatt, ebben Isten tisztogatta az ő népét. Nem csak itt, nem csak a keleti országokra gondolok, a világon mindenütt eszméltetett bennünket. Minket is arra, mint Jeremiás korában próbálta Isten az akkor élőket, hogy értsétek meg, hogy a formális vallásosság az nem vallásosság. Abban nincs erő, nincs megtartatás. Hogy a hatalmi struktúrákra épült egyház, az nem tud fennmaradni. Az meg fog inogni, és megingott, és mindenütt a világ. Kedves testvérek, vallomás a szó széke? Ezt a kérdést tettem fel az ige hirdetés elején. Mit kezdjünk vele? Én szeretném hinni és remélni, hogy Jeremiás vallomása kapcsán minden idők, minden ige hirdetőjének a vallomását is kicsit bemutatva, érzékeltetve, megérezhetitek éppen ebben a személyességben, ebben a személyes hangban, ebben a őszinte vergődésben, hogy az Isten végtelenül komolyan keres minket. Hogy számára fontos, hogy mi megtartassunk.
hogy mi értsük mindazt, amit bennünk, rajtunk és velünk akar tenni és cselekedni. Hogy mi azt elfogadjuk, úgy, ahogy a 285-ös énekünkben is kértük az Isten tiszteltünk elején, hogy tegyem szent akaratod, és úgy töltsem ezt a napot, amint igét kívánja. Én szeretném hinni, hogy ez a régi vallomás minket erre késztetett, hogy befogadók legyünk, hogy Isten igéjét elfogadjuk, hogy buzgósággal kövessük szavadat. Ahogy az énekben mondtuk ezt, kértük ezt, adja Isten, hogy úgy menjünk haza, mint akik örömmel tették magukévá az Isten megtérésre intő, megújulásra késztető, az ő rávaló figyelésre késztető szándékát. Amen. Urunk, kérünk téged, törj meg bennünk minden ellenállást, és a te szent lelkeddel, te magad ragadj meg minket, és formálj. Amen.